először megláttam, akkor azt hittem, hogy ez egy Leica, vagy egy Contax. De hogyha belegondolok, akkor tulajdonképpen ez egy ilyen vegyes házasság, tehát egy Contaxnak és egy Leicának a szerelem gyereke lehet ez a váz. Nagyon kitűnő az ergonómiája, a fogása, nem nagy a gép. Körülbelül akkor, mint egy Leica M6 vagy M9. Súlyában picit könnyebb. Ha megfogom a gépet, itt nagyon jó az érzésem elől, de itt már gond van, itt ez a pici felfogó felület a hüvelykujjamnál, az már gond, mert néha megnyomom a quick módot, tehát a gyors menü módot, és abban a pillanatban rögtön a gyors menü fog följönni nekem. Ez zavar. A másik, ami ennél a gépnél feltűnt nekem, az, hogy egy ilyen kategóriájú gépnél nincs dioptria korrekcióra lehetőség, hanem külön kell megvásárolni azoknak az embereknek a korrekciós lencséket, akik olyanok, mint én, tehát hogy szemüvegesek. Azoknak a fényképészeknek, akikhez én magam is sorolom magamat, ha bár koromnál fogva már egy picit kevesebbet megyek nagyon nehéz helyzetekbe, vagy dzsúvás helyzetekbe, mint fotoriporter, de ha belegondolok, egy fantasztikus lehetőség a profik számára, hogy a gépen nincs semmilyen márkajelzés, három fantasztikus objektívvel elindulhatnak a világ bármelyik pontjára, és bekerülhetünk egy olyan helyzetbe, hogy senki nem veszi komolyan azt, amikor mondjuk valakire így ráfogunk egy ilyen objektívet, és ránézünk, azt mondják, hogy hát nem olyan vészes ez az egész, hisz a gép nem tűnik komolynak. Tehát a gép nem úgy tűnik, mint egy hatalmas kamera, és az az igazság, hogy sajnos manapság a világban már nem annyira szeretnek minket fényképészeket, mint annak előtte. Sőt. Az egész set, tehát a 18 mm-es, a 35-ös és a 60-as, amit hogyha ekvivalensként kezelek a 24x36-os Leica mérettel, akkor azt mondhatom, hogy egy 27-es, egy 53-as vagy pedig egy 90-es kis telével dolgozom, és ez belefér egy pici táskába, akkor kb. 2,5 kg, 3 kg-val tudunk elmenni bárhova, és elképesztő méretben tudunk fotografálni, olyan értelemben, hogy meg tudjuk csinálni vele mindazt, amit, hogyha elviszünk magunkon egy sokkal nehezebb szettet, akkor vagyunk erre képesek. A másik az, hogy ezek fix objektívek, igen kitűnő fényerővel, gyönyörű rajzzal, fantasztikus rajzzal. Abban reménykedem, hogy a most közeledő fotókínán a cég egy olyan fajta géppel fog előállni, amelyik nagy konkurenciát jelent azoknak a gyártóknak, akik a távmérős és a tükör nélküli gépek piacán szintén megpróbálunk betörni a profi piacra. A gép egy hajszára van már csak attól, hogy profiknak is a másodgépe legyen, és én remélem azt, hogy egy idő után oda fogunk jutni, hogy hihetetlen verseny fog kialakulni a Leica M9 és e közt a gép között.